pénteken délután a felvidéki Buzitára érkezett a második Észak-Borsodi fotópályázat vándorkiállítása. Az eredeti állapotában helyreállított egykori gőzmalom számos kiállításnak adott már otthont. A megjelenteket Monanszky József Buzita polgármestere köszöntötte. Nagy megtiszteltetés számunkra és nagy öröm számunkra, hogy ezt a fotókiállítást első alkalommal kioszhattuk felvidékre is, és itt nálunk, Buzitán, ebbe a felújított nagyon szép gőzmalomba, gondolom, hogy nagyon megfelelő helyen tudtuk kiállítani, és így a mi lakosaink, a környékbeli lakosok, Bódva völgye lakossága is megtekintheti ezt a kiállítást. Mi évek óta nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a felvidéki és a magyarországi falvak, városok és a megyék közt az együttműködés minél szorosabb legyen. Kulturális, sport, és hál' Istennek ma oda is eljutottunk, hogy gazdasági szinten, és azért tartjuk nagyon fontosnak ezeket a találkozásokat, mert itt új ötletek jöhetnek létre, más községek is, más egyesületek tudnak együtt dolgozni, kigondolni valamit, és így a mi régiónkban gazdaságilag is valamit többet hozni, és valamit fellendíteni. Zakariás István, a Kassa megyei közgyűlés alelnöke gratulált a településnek a színvonalas kiállítás megnyitóhoz, majd a természeti és épített örökség értékeit méltatta, melyek visszaköszönnek a fényképeken is. Óriási értékek vannak itt a Cserehalaton, óriási értékek vannak a Bódva völgyében, akár az emberek identitása, az emberek gondolkodásmódja. De azok a természeti értékek, vagy épített örökség, ami itt felelhető, és hogyha ezt be tudjuk mutatni, és meg tudjuk őrizni az utókor számára, az nagyon fontos és nagyon szép cselekedet. A mai közös együttműködéssel létrejött rendezvény hogyan jelképezi a két megye kapcsolatát? Hát én úgy gondolom, hogy minden olyan rendezvény, ahol közösen tudunk találkozni, ahol közös szervezésben tudunk találkozni, az fontos. Itt én úgy gondolom, hogy ennek a két megyének, illetve a határ két oldalának megvan az a jövője, hogy tudjon együttműködni, tudjon gazdaságilag is együttműködni. A rendezvényen beszédet mondott Demeter Zoltán, országgyűlési képviselő, aki kiemelte, hogy az egyesület sokat fejlődött és bővült az elmúlt években, továbbá fontosnak tartja, hogy a rendezvénnyel erősítsék a kapcsolatot a felvidéki magyarokkal. A fotókat, hogyha megtekintjük, akkor a fotóknak mindig van valami üzenete felénk, és én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak az egyik legfontosabb dolog az életünkben az, hogy kifejezzük az egyjövői tartozásunkat is, és nemrég volt, ugye június 4-én a Nemzeti Összetartozásnak a napja, amikor szintén egy komoly ünnepség keretében Kazincbarackán találkozhattam felvidéki magyarokkal, kárpátaljai magyarokkal, vajdaságból érkezett magyarokkal, Erdélyből érkezett magyarokkal. De én azt gondolom, hogy azzal, hogy ide kijöttünk Buzitára, ezzel szeretnénk erősíteni pontosan azt a június 4-i ünnepet, ami a nemzeti összetartozásról szól, és amelyben ugye kimondta a magyar parlament azt, hogy a mindenkori kormány felelősséggel tartozik a határon túl élő magyarságért. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy pont akkor lehettem képviselni, amikor ezt a törvényt a magyar parlament meghozta, és én is igen gondot nyomhattam erre a paragrafusra, vagy törvényre. Úgy gondolom, hogy ez a nap is tehát arról szól, hogy együttműködve tartozunk, összetartozunk, és arról szól, hogy azokat az értékeket, amelyeket meg kell nekünk őriznünk, és amelyeket be kell mutatnunk egymásnak, azokat tegyük meg mindannyian, mindig jó szívvel és emberi jó akarattal, mert akkor hiszem azt, hogy mindannyiunknak lesznek ilyen örömteli és boldognak teli. A fotókiállítás Török Dezső, a Borsodabaú-Zemplén megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg. A második fotópályázatnak is nagyon megörültem, amikor felvetődött az ötlet, hogy ismét meg kellene hirdetni magát a fotópályázatot. Tavaly is jó szívvel támogattam és vettem részt a díjátadó ünnepségen, hisz tavaly önmagában csak Borsodabaú-Zemplén megyéből és a helyi értékeket képviselve, most viszont meghirdetés alapján még a felvidéki tájakról is lehetett felvételeket készíteni, nem csak természeti tájképek, hanem különböző más alkotásokat is. Milyen jelentősége van annak, hogy a pályázat első kiállításai Buzitán kapott helyet?
Azt gondolom, hogy önmagában a pályázók száma, hogy közel 400 fotó érkezett, közötte két olyan fotóművész is, aki a Felvidékről származik. Ez önmagában azt vetíti előre, hogy a fotópályázatnak van jelentősége, komolyan veszi a szakma, sokan foglalkoznak vele, és összességében arról szól, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a Felvidék az összetartozik. A fényképeken, a megalkotott fotókon ez jól látszik, tehát összességében az összetartozást fejezi ki az egész fotópályázat. Az eseményen részt vett még Orbán Júlia, a Via Carpatia EGTC ügyvezető igazgatója, és Szesztai Ádám, Magyarország Kassai Főkonzulátusának főkonzulja. A rendezvényt a helyi néptáncosok műsora színesítette.